Eljön az idő, írja Pálapostól, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint sereg számra szereznek maguknak tanítókat, és csiklandoztatják a fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától, és mesékre hallgatnak. Ez a második Timóteus levélben, a negyedik fejezet, Harmadik versében található Profécia Páltól, napjainkban különösen időszerű. Talán nem hiányzott annyira soha a józan tanítás, mint a mostani időkben, főként a végidővel kapcsolatban. Szinte naponta rengeteg téves, szándékosan félrevezető, az igazság kimondása helyett a félelem félelemkeltő, és szenzációhajhászó hamis közlemény lát napvilágot, és kerül bele a köztudatba. Ezért lesz a kördzengés ünnepet sorozatunk mai témája a végidő, a végső dolgokról szóló valódi, józan, józan, bibliai tanítás. Adásunk címe egy kérdés. Mik lesznek ezután? Mik lesznek az utolsó napokban? A kérdés Nabukadnecár, babiloni uralkodóban merül fel, a Dániel könyve második fejezet 29-es verse szerint. Nabukadnecár egyik éjjel különös nyomasztó álmot lát, és álmát a babiloni bölcsek képtelenek megfejteni. Úgyhogy végül a király a nála fogolyként babiloni fogságban élő Héber ifjútól, Dánieltől vár választ, nyugtalanító kérdésére: mik lesznek ezután? Ekkor Dávid egy nagyszabású látomásban tárja az uralkodó elé a világ jövendő történelmének a vázlatát és végkimenetelét. A végidő és a világ vége kérdése bizony nehéz és kényes téma. Nehéz, mert az erről szóló proféciákat nem mindig könnyű megérteni, a bennük szereplő jelképek a Bibliát nem ismerők számára homályosnak tűnnek. És kényes is a téma, óvatosságot kíván, mert az egyház történetében sokféle eretnekség hívei ö, hivatkoztak az ilyen úgynevezett világvége jövendőlésekre. Szóval nehéz és kényes, mégis úgy vélem megkerülhetetlen a vég a végidő kérdésével foglalkozni. Napjainkban ugyanis sokan úgy látják, hogy az úgynevezett végidő jelenségei az előjelek, amelyek a világtörténelem lezárulását vetítik előre, és amelyeket Jézus tisztán, világosan elénk tárt. Szóval ezek itt vannak jelen, már a korunkban. Ezeket az előjeleket természetesen számtalan hívő keresztény is észleli, és nem tud mit kezdeni velük. Ezért van nagy szükség arra, hogy az egyház tisztán beszélje róluk. Tisztázza mindenek előtt, hogy vajon ez a végső dolgokról szóló beszéd, ez puszta pánikkeltés, vagy a valóságról szó. A vengel kapcsolatos ö, bibliai kérdéseket elméleti és korrekt módon a dogmatika egyik fejezete az eszkatológia tárgyalja. Az elnevezés a görög eszkaton, többes számban eszkata szóból származik, és jelentése végső dolgok, eszkatá. Ám az egyháztörténet során valamiért úgy alakult a helyzet, hogy ezt a területet az úgynevezett szekták sajátították ki, és a történelmi egyházak pedig ma napjainkban inkább kerülik. Ritkán beszélnek róla, meg keveset kerülik. Pedig a Biblia és maga Jézus igen sok, nagyon sok idevágó proféciát adott. Nem túlzás azt állítani, hogy a megváltás, a megváltó kereszt után ez, ez Istennek a legfőbb mondani valója számunkra, hogy a világ és benne az ember végső helyzete, sorsa milyen, meg az odáig vezető út az milyen. Mivel a téma nehéz, mégis kikerülhetetlen, hadd kezdjem, kedves hallgatóim, imával. Dániel könyve, második fejezet 20 versében ez áll. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és a hatalom, ő nyilatkoztatja ki a mélységeket és az elrejtett titkokat, tudja azt, ami a sötétben történik, és a világosság nála van. Neked adok hálát, atyáink, Istene, és téged dicsőítelek én, mert bölcsességet és erőt adtál, és megmutattad, megmutatod most, amit ö, kértünk tőled. Ámen. Így imádkozik tehát Dániel, úgyhogy ezek után fogjunk bele. Először is két dolgot le kell szögezni. Tudomásul kell vennünk, hogy a Biblia szerint a jelen világ nem lesz örök életű. Egy, kettő pedig nem is fog magától átalakulni Isten országává. Ez, ez, nem igaz, hanem egykor véget ér. És megvalósul Isten uralma egy új égen és földön. A világ végével valamiképpen a nem hívők is, hát tisztában vannak, vagy sejtenek valamit, de három ponton egészen másképp látják ezt a témát, mint a hívő emberek. Először is a nem hívők a véget természetesen úgy képzelik el, hogy abból mindenestül kihagyják Istent. Kettő, nem is a Bibliából próbálnak tájékozódni róla, hanem a médiában, meg itt-ott lépten nyomon fölbukkanó, legképtelenebb, obskúrus, katasztrófa jóslatokból onnan tájékozódnak. És a hitünk szerinti igazságot, amit a Biblia közöl erről, azt egy nem ismerik, és kettő pedig nem hiszik. Így persze, végül, harmadszor, ők nem is várnak semmiféle új eget és földet, új életet, hanem úgy valahogy gondolják, hogy a jelen világ vége után semmi nem következik. Vége. Vége az egyre gyakrabban felbukkanó világvége jóslatok. Bizony sok keresztényre is nagy hatással vannak, főleg a mai zavaros időkben, amikor sok keresztény is a Biblia tiszta és világos tanításai helyett valami zavaros, innen-onnan összeszedett ilyen szellemi koktéllal oltja a tudás szomját. Sok keresztény, ha a végidőről hall, akkor szorong, fél, bizalmatlan, és teljesen bizonytalan még Jézus második eljövetelében is, pedig ezt hittét el. De ő bizonytalan. A világ végét egyéb mindenféle jelenségek között természeti katasztrófákkal kapcsolják össze, másrészt meg az emberfia Jézus második eljövetelével. Ezzel a kettővel, és ez oda vezet, hogy egy primitív félreértés következtében sokan spontán módon ezeket így összetársítják, tehát a természeti katasztrófákat, meg a második eljövetelt. Úgy valahogy, mintha a várható borzalmakat maga Jézus Krisztus eljövetele okozná. Így összekapcsolják. Hát ez kapitális, kapitális tévelés. A világ megromlását, borzalmait, azokat a bűn okozza. A bűn Jézus pedig, amikor eljön, éppen hogy kiszabadít ebből a helyzetből. De persze csak azokat tudja kiszabadítani, akik hisznek benne és akik akarják ezt a dolgot. Majd Jézus az ítéletével, az úgynevezett utolsó ítélettel, tiszta világos helyzetet teremt. Ezért az ő második eljövetele, hát az egy örömhír. Ugyanolyan örömhír, mint amilyen az első is volt. Egy szóval a Biblia szerint a második eljövetelt és a világ végét megelőzi egy példátlan válsághelyzet. De ez még nem az úgynevezett világ vége, hanem ez egészen más, a végidő, ez a végidő, vagy utolsó idők, vagy utolsó napok ideje. A kettőt élesen meg kell egymástól különböztetnünk. Már most a végidőről, vagy utolsó időkről ismét két értelemben beszélhetünk. Tágabb értelemben, végső időnek, utolsó időnek mondja a Biblia, a Jézus halála és feltámadása utáni teljes történelmet, tehát Jézus földre születésétől és megváltó munkájától a világ végéig, a történelem végéig terjedő időt. Hát miért? Azért, mert Jézus Krisztus, ezt le kell szögezzem, Isten utolsó küldötte az emberekhez. Az ő keresztáldozata az egyetlen megváltó hatású esemény, és nem lesz több ilyen. Istennek nem lesz több ilyen küldötte. Hát ennyiben ugye világos, hogy ez az egész ö, hosszú korszak, ez végidő. Most azonban a másik szűkebb értelemben vett végidőről lesz szó, ez a második adventet, Jézus második eljövetelét, és a világ végét közvetlenül megelőző időszak, amikor az utolsó dolgok Jézus ígérete szerint gyors egymás utánban leperegnek, gyorsan leperegnek. Ismétlem, Jézus azt ígéri, hogy ez az időszak az ő második eljövetelét és ezzel a világ végét közvetlen megelőző, sötét, válságos és szinte elviselhetetlen korszak a végidő, az utolsó napok ideje, ez viszonylag rövid lesz, mert azt ígéri, a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Máté Evangélium, 24-es fejezet, 22-es vers. Vagyis a végső előjelek kora a válság korszak. Ha egyszer elkezdődik, akkor gyors lesz, gyors lefolyású. És azt követően nyomban Bekövetkezik a második eljövetel. És ezt Jézus második adventjét a Biblia aratáshoz, menyegzőhöz, gyermekszüléshez hasonlítja, csupa jó életadó dologhoz, örömteli eseménynek, boldog reménységnek nevezi. De persze, és ez nagyon-nagyon lényeges, hogy értelemszerűen csak azok számára lesz ilyen, akik őt várják. Sőt, tovább megyek, akik őt felkészülten várják. Már most ehhez a felkészüléshez pedig elengedhetetlen, hogy ismerjük Isten idevágó, fontosabb üzeneteit, hogy ennek megfelelően tudjunk élni és cselekedni ezekben az időkben. Sem Jézus második eljövetelének pontos idejét ö, sem pedig azt az időt, amikor a jelen világ véget ér, nem ismerjük. Pont, nem ismerjük. Kár találgatni, pedig sokan, sokan megteszik. Hát nem. Nem tudjuk, mert Isten sehol nem adott róla kinyilatkoztatást, amint Jézus második eljövetelének pontos idejéről sem. A Márk Evangélium szerint Jézus azt mondja, hogy azt a napot és órát, a világ vége óráját. Nem csak a fiú nem ismeri, de még az angyalok sem, hanem egyedül az atya. És ő pedig nem nyilatkoztatta ki. Hát miért? Kérdezik jogosan. Miért? A Biblia két okot említ. A második Péter levél, harmadik fejezet, kilencedik versétől kezdve azt mondja, hogy Isten hosszan tűr, és nem enged elveszni senkit, ameddig van remény. Istennek ezt a hosszú tűrését látva, hát ezt tapasztaljuk, ugye? És akkor kialakult az a téves gondolat, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy soha nem hozza el a véget. Hát Jézus ezzel szemben kategorikusan megmondja, hogy igenis lesz eljövetel második, és a jelen megromlott világ egyszer, igenis, Véget fog érni. A megtérésre adott idő, ebben élünk most, a kegyelmi korszak, egyszer le fog járni. Ez van. Hogy mikor, azt csak Isten tudja, de ő aztán tényleg tudja? Azért, mert mi nem tudjuk, ő attól még tudja? A másik pedig, hogy azért sem jelöli meg Isten a pontos időt, mert ez az embertől is függ kérem szépen, az egyháztól, az Isten terveivel együttműködő készségétől az egyháznak. Ugyanis a második eljövetel és a világvég előtt lesz egy végső nagy evangélium hirdetés, egy nagy evangélium hirdetés a világban. És ez a végidő előjelei közül, ez a legfontosabb. Isten nem vet véget a világnak, ameddig mindenki, nem hallja meg az evangéliumot. Mert ő igazságos. Ad lehetőséget. Szóval ezért a második advent ideje attól is függ, hogy mikor lesz készen erre az egyház, erre a nagy evangélium hirdetésre. Mikor? Elterjedt az a vélekedés, hogy ha a vég idejét nem ismerjük, akkor semmit sem tudunk róla, tehát nem kell vele foglalkozni. Meg nem is lehet. Hát súlyos tévedés. A Biblia szerint a történelem lezáró előjeleit, az úgynevezett végidő sajátosságait, a második eljövetelt megelőző válságperiódus természetét, sajátságait igenis ismerni kell. És lehet is, mert ez a válságkor egyébként olyan nehéz és hitpróbáló lesz, amelyben csak az lesz képes megőrizni hitét, aki fölkészülten várja ezeket az eseményeket, és nem esik pánikba. És azt is mondja Jézus, hogy amikor ezek az előjelek bekövetkeznek, akkor utána szinte a természeti törvény bizonyosságával, Következik majd az emberfia második eljövetele, és a jelen világ vége. Nézzük a fügefa hasonlatot Mártia evangéliumában. Vegyetek példát a fügefáról, amikor hajtása már rendül, levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel a nyár. Ugyanígy, amikor ezeket az előjeleket látjátok, akkor magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van az emberfia már az ajtóban áll. Ezt mondja Jézus. Azt tehát, hogy Jézus újra eljön, az olyan tuti biztos, amilyen a természet törvények bizonyossága. Tehát a következőket mondhatjuk. Eljövetel biztosan lesz. Hogy mikor azt nem tudjuk, de minden mást közöl róla Isten. Hogy mikor van közel, már a kapuban, hogy milyen, hogy mit tegyen az ember, hogy megmaradjon ebben, és életre jusson. És a második eljövetelt megelőző periódusról, a végidőről, arról, hogy milyen jelenségek előzik majd meg közvetlenül a második eljövetelt, illetve a világ végét, arról Isten szintén rengeteg proféciát sugalmazott. Ezeket úgy nagyjából három csoportba tudnám osztani. Vannak, amelyek az idők rendjéről tájékoztatnak, tehát a proféta saját korától vázlatosan, persze jelképekben föltárja a jövő történelmi folyamatait, erővonalait egészen a második adventig. Tehát a rend. Kettő. Vannak időmeghatározó proféciák amelyek egy-egy történelmi eseménnyel, sőt olykor évszámmal határolják be, rögzítik le egyes végidőbeli történések kezdetét, a válságkor kezdetét. Végül vannak, és ezek a legfontosabbak messze, az úgynevezett idők jeleit feltáró jövendőlések. Az idők jelei olyan sajátos Történelmi, természeti jelenségek, amelyek főleg ha egyszerre lépnek föl. Akkor jelzik azért jelek, hogy a megváltó valóban közel van, már az ajtó előtt, ahogy maga ezt, ezt maga Jézus mondja, e, aki sorra veszi ezeket az idők jeleit, szépen sorra veszi. Nagyon világosan beszél róluk. Az úgynevezett nagy apokaliptikus, azaz föltáró, föltáró beszédében, amelyet bárki elolvashat Máté Evangélium 24. fejezetében, a Márk 13-ban és a Lukács 21-es fejezetében. Hol van a végidő helye? Isten megváltás művén belül. Megváltás műnek nevezzük összefoglalva mindazt, amit Isten vitt, és még visz végbe, az ember megmentése és üdvözítése érdekében. Ezen belül a végidő a megváltás műnek a harmadik szaka, vagy szakasza, harmadik. Ugyanis négy szakaszról érdemes beszélni. Első szakasz, Ószövetség, az ígéretek és figyelmeztetések ideje a messiásról, működéséről, meg a világ jövőjéről szóló proféciák előrejelzések kora. A megváltás mű második szakaszához tartozik az úgynevezett Krisztus esemény teljes terjedelmében, vagyis a megtestesülés, Jézus megszületése, munkája, kereszthalála, feltámadása, mennybe menetele plusz a Szentlélek elküldése. Ez a második szakasz, cakpak úgy, ahogy van. A harmadik szakasz Jézus második megjelenését, a parúsziát közvetlenül megelőző történéseket foglalja magában, vagyis a szorosan vett végidőt. És sokan talán nem egészen alaptalanul úgy gondolják, hogy már ma is ehhez a szakaszhoz közeledünk. És van egy ettől elkülöníthető negyedik szakasz is, amit úgy nevezek, hogy a záró intézkedések szakasza. Ide tartozik persze maga a második eljövetel a Paróxia, amikor Jézus eljön ítélni élőket és holtakat. Tehát az ítélet. Majd ezután a régi világ elmúlik, véget ér és ezután Isten elhozza az új eget és földet, következik Isten országa, vagyis uralma. Ez a helyzet, tehát az evangélium nem zárul a keresztel, nem zárul Jézus halálával, de még csak a feltámadásával sem, meg a mennybe menetelével, meg a szent lélek elküldésével sem, hanem a második eljövetellel zárul. Az evangélium. Ekkor a történelem lezárul, és ez a lényeg. Ezt a jelenésekben olvasom, a tizedik fejezet hetes versben a lényeg, és akkor beteljesedik Isten titka, vagy dicsősége, beteljesedik. Hát, mit jelent ez? A beteljesedés a görög telosz szóból van, ami véget is, meg célt is jelent. Tehát Jézus második eljövetelével céljához ér Istennek a titka. Az ő jó terve az emberrel. Mert Isten titka vagy misztériuma az nem más, mint az ő megváltás terve. Valóban titok ez és misztérium. Hát gondoljunk bele, hogy Isten képes megmenteni az embert a végső haláltól, holott pedig az ember a bűnt követően olyan tragikus helyzetbe került kívülbelül, aminél tragikusabb aztán már nincs is. Miután átadta magát a sátán szolgálatába, a bűn növekedésnek indult, és ezt olvassuk a Biblia első lapjaitól kezdve olyannyira, hogy a bűn átjárja az ember egész személyiségét, eljut a legmélyebb rétegéig, a szívéig. Ezért aztán természetesen megromlik minden, ami kapcsolatban van az emberrel, a lakóhelye, a föld is, amelyről Isten már a Teremtéskönyv hatodik fejezetében, már a vízazon előtt megállapítja, betelt a föld, gonoszsággal. Na és akkor itt jön a titok, hogy Isten még innen is, még ebből a helyzetből is képes kiszabadítani embert, világot. Hát ez valóban misztérium, ez valóban Isten titka. És ez valóban Krisztus második eljövetelével teljesedik be. Más szóval úgy mondja, hogy Isten dicsősége, Teljesedik be. Hogy mi az Isten dicsősége, hogy ne csak szóvirág legyen? Hát a legfrappánsabban ezt Iréneusz egyházatya fogalmazta meg, nagyon jó. Azt mondja, Isten dicsősége az élő ember. Vagyis az, hogy az ember mélységes, bűnös volt a dacára, ahelyett, hogy elpusztulna örökre a kárhozatban életre jut. Ha ő is ezt akarja, életre jut Isten szeretetének erejéből. Na ez az Isten dicsősége. Kürzengés ünnepe. Dérkatalin Katalin műsorát hallották.